A kihívás napja talán az év legaktívabb napját jelenti. Hazánkban eddig 1596 település vett részt a vetélkedésben, de különböző kategóriák szerint mérettethetik meg magukat az önkormányzatok, oktatási intézmények, rendvédelmi szervek, munkahelyi csapatok és a sportszervezetek is. A Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda is csatlakozott a programhoz. Fodor Mónika, a tagóvoda vezetője riporterünknek elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartják, hogy minél többet mozogjanak a gyerekek a hétköznapok során. Ezen a napon pedig a szülők is bekapcsolódtak a vetélkedőkbe és a játékokba. Egy nap az egészségért. Ez a nap erről szól, a mozgás az mennyire testi és lelki egészség a gyermek és szülők számára, ezért gondoltuk azt, hogy ehhez a naphoz csatlakozunk, hiszen a mozgást népszerűsítő játékok mindig nagyon nagy érdeklődést keltenek a gyermekek iránt, és ezzel a szülőket is egy kis aktivitásra motiválva ezen a napon vontuk bele őket ebbe a programba. A tagóvoda vezetőjét arról is kérdeztük, milyen feladatok, játékok várnak a gyerekekre és a szüleikre a mai nap során. Ami nagyon népszerű és nagyon régi játék, az ugróiskola, azon mennek végig a gyerekek. Szlalompályán, talicskával végig egyensúlyozva a labdákat viszik végig. Kint bemelegítő, kis mozgásos zenés tornát is tervezünk. És a tornaszobánk, ami nagyon szépen és nagyon jó játékokkal fel van szerelve, ott egyensúlyozó gyakorlatokat próbálhatnak ki a szülőkkel együtt. A tagintézmény dolgozói nagyon jó kapcsolatot ápolnak a gyerekek szüleivel. Ez a nap pedig még inkább közelebb hozta a gyerekeket, szüleiket és az óvodapedagógusokat.